Alföldiek vagyunk, mi Szekszárdra 22 évvel ezelőtt települtünk be. Mi Bácsalmásról származunk, és Bácsalmás mellett Kumbaján voltak mindig szőlőink. Igaz, hogy nem ilyen gyönyörű szép vörös szőlők, amit itt lehet termelni a szekszárdi borvidéken, de szőlővel foglalkoztunk, mellette én is agrármérnök vagyok, és a szőlőnövény védelmével sokat foglalkoztam. Most már régebben foglalkozunk szőlőtermesztéssel, és a szőlőt eladtuk különböző más borászatok részére, de utána megfogalmazódott, hogy jobb lenne feldolgozott terméket csinálni, és mivel 2016-ban kis borászatoknak is írtak ki pályázatot, így úgy döntöttünk, hogy építünk egy kis borászatot a saját szőlőnknek a feldolgozására. 14 hektár szőlőnk van, ebből a 14 hektárból 7 hektárt vettünk már készen, mint öregebb szőlőt, 7 hektárt saját magunk telepítettünk, a termő ebből 10 hektár, körülbelül 4 hektár az, ami teljesen új telepítés, és most a jövőben fognak teremni. Csak vörös borokkal foglalkozunk, tehát csak vörös szőlőnk van. Ezek közül megtalálható nálunk a Zweigelt, a Kékfrankos, a Kadarka, Cabernet Sauvignon és Cabernet Franc, és az új telepítések között pedig a Merlot és a Syrah. Ezt az Attila birtokot az Ádám Beáta családi gazdasága üzemelteti, az Ádám Beáta a feleségem, és mivel a feleségem a főnök, így a birtok, én rólam kapta a nevét, és így lett Attila birtok. Három fiunk van, és így a család öt személyből áll, és mi csináljuk az Attila birtokot. Emellett itt dolgozik a keresztfiunk, aki szakács, a keresztlányunk, aki a turizmusban segít, tehát egy családi vállalkozásként működik a birtok. Kialakítottunk egy vendégházat, ahol 8 darab kétágyas szoba van. Gyakorlatilag pótágyakkal együtt 22 embert tudunk elszállásolni. Van egy borterem, ahol különböző rendezvényeket tartunk. Nagyon sokan kiszokták bérelni az egész házat, és akkor itt tartják meg a családi programot, vagy különböző születésnapokat, vagy baráti összejöveteleket tartanak. Nálunk a borokat a családról neveztük el, tehát van Sandra Rosénk, Beja Rosénk, Kolos, Botond és Bendegúz borunk. Tulajdonképpen két rozét csinálunk, egy könnyebbet, ami Zweigeltből van, és egy markánsabbat, ami kékfrankosból van. Most csináltunk kékfrankosból egy válogatást, egy szelekciót, ez bodzásban van ez az ültetvény, és itt gyakorlatilag 1 kiló per tőketerhelésre szedtük le a szőlőt, és utána ezt 14 hónapig Bordóban erjesztettük, és ez egy olyan kékfrankos, amit hasonlóan kezelünk, mint a nagyon erős és nehéz francia fajtákat, és mégis egy hordózott, de könnyed bort állítunk elő. Ez az az újdonság, amivel egy kicsit mások vagyunk, mind a többiek, de különben azokat a vörösborokat állítjuk elő, amit Szekszárdon szokásos, természetesen a küvék pedig a fiúkról vannak elnevezve. Nem csak bort adunk, hanem egy teljes élményt adunk. Tehát helyszínt az élményhez, szállást, programokat szervezünk, ezért is a jelmondatunk, hogy Attila birtok több, mint borászat.